egy blogposztban, bocsánat, azt írta, hogy a külkereskedelmi elfacsalások miatt 2015-ben a magyar GDP 1000 milliárdos veszteséget szenvedett el. Ő külkereskedelmi tükörstatisztikákat vizsgált meg, és nem stimmeltek az export, illetve a célország import adatai. Itt növényi olajügyekben, gépjármű, elektrotechnikai kereskedelmi termékek esetében érzékelte ezt. Ő egyébként a 2014-es kiképzési lista ellenzői vagy megértelői között volt. Talán szakértőjétek, mert a követség munkatársa volt, akkor a blogbejegyzésben ábrák vannak, statisztikai ábrák vannak, Európai Uniós ábrák vannak, arra vonatkozóan, hogy például az az állítás, hogy Angliából mennyi gépjárművet exportálnak Magyarországra, az a magyar import adatokon nem így látszik. Mert a blogbejegyzésnek az az állítása, és az a véleme, hogy a Magyarországra bejövő export nagyobb volumenű, mint ahogy a magyar statisztikákban ez látszik, és nincs szinkronban a magyarországi importadat a hozzánk exportáló országok adataival. Egyébként fordítva, hogy Magyarországról többet visznek ki, mint ami megjelenik mondjuk a szomszédos országoknak a importadatai között, említi a illetve a fizetési mérlegben egy ekkora eltérés, ez ugye a GDP 300%-a az 1 milliárd forint. Nem kellene, hogy látszódjon? Ha van nyilvánvalóan van szakmai válasz, meg fogjuk ennek küldeni a délután folyamán. Egy 12 és 32 között nem tudtam ezt a szakmai választ kinyerni a munkatársaimtól, de meg fogjuk küldeni a választ. Fogok beszélni talán egy kollégával, mert az én érdeklődésem is nem tudom értek, hogy akkor kellett, hogy van itt 1000 milliárd a szanaszínjára, nagyon fontos a költségvetés vita előtt, azonnal lenne elkezdett egy. Ez ugye 2015-ös év. Minden megjegyzést komolyan kell venni a kormány, ezt az észrevételt is komolyan veszi, és az adatokat le fogja ellenőrizni, hogy ennek pontosan mi az oka. Még csak annyi nem tudom. Nem ismertem ezt a tanulmányt, hogy a hivatkozási pontot korábban, hogy ezért kell a NAV-hoz fordulnom és tárgyalni a kollégámhoz, hogy kapják tőle olyan szakmai információt, ami adófizetőként is érdekel, és természetesen a kormány tagjaként is érdeklődöm ezzel. Fogunk a jövő héten gazdasági kabineten erről beszélni, valami nem szabadulva. Köszönöm, az utolsó kérdésem, nem tudom, hogy jól.